GTA 5 kiadást fogjuk megnézni, hogy is néz ki. Gondolom borítót már sokan láttátok. Hátlap. Szóval ezt a játékot már rengetegen vártuk. Nagyon-nagyon. És végre eljött a nap, hogy a kezünk közé vehetjük. Elvárások nagyok. Kíváncsi vagyok, hogy sikerül a egy nagyon jó játékhoz szerencsénknek lenni. Bocsánat a össze-vissza beszédért, de kicsit sietős most ez a dolog. Tehát GTA 5 kézikönyv, emberek, kézikönyv. Kézikönyv, ha nem is túl részletes, de van. Legalább erre vették a fáradtságot, hogy ne egy sima kis lapocskát adjanak hozzá kézikönyv gyanánt. Igen, előrendelői ajándék egy DLC, az Atomic Blimp, ami fogalmam sincs, hogy ezen a szép léghajón kívül mit fog tartalmazni, gondolom semmit azon kívül. Szóval van ő, és van egy elég nagy térkép Los Santosról, ami el se fog férni most itt ezen a széken. Úristen. Hát nem kicsi a térképem, mit ne mondjak. Jó nagy játszóteret kaptunk a Rockstar-tól. És itt van maga a város. A belváros. Szóval erre nem számítottam, hogy alapkiadáshoz is kapunk egy ilyen jókora térképet. Ez elég meglepő. Akkor ugye még két lemez Xboxra a játék. Az első, ez a lemez. Ez ugye a telepítő. 8 giga szabad hely kell neki, hogy egyetlen el tud indítani a játékot. Ő pedig maga a játéklemez. Szitázás megint gyönyörű, bár ezt nem tudom miért mondom el, mert szerintem senkit nem érdekel. Úgyhogy hát ő a GTA 5, megérkezett. Mindenkinek jó szórakozást hozzá. Ja igen, és még egy posztert is kaptak az előrendelők. Ami pedig ez egy kis darab. Maga a játék borítója poszterben. Nagyon szép. Jó, köszönöm mindenkinek a figyelmet. Ennyi lett volna a GTA 5 unboxing, azaz kicsomagolós videó. Aki megvette a játékot, annak jó szórakozást hozzá. Aki készül megvenni, az annak annyit tudok mondani, hogy első értékelések kijöttek róla, és mindenki szanaszét dicsérte, de mindenki próbálja ki saját maga. Megyek én is kipróbálom. Sziasztok!